Havonta jelentkező egyházi magazinunk 2012-ben a lélek gyümölcséről szól. Februári adásunkban Csernai Balázs káplán a szeretetről osztja meg gondolatait. A forrás elmélkedését Polgárdi Sándor evangélikus esperestől hallhatják. Lélek gyümölcséről, gyümölcseiről elmélkedünk ebben az évben. Talán a kedves nézők emlékeznek a múltkori kerekasztal beszélgetésre. A mai témánk a szeretet. Egy olyan téma, ami azt hiszem, hogy kimeríthetetlen, egy olyan téma, amiről mindenki nagyon sokat tudna beszélni, de egyúttal egy olyan téma is, ami azt hiszem, hogy nagyon könnyű félreértésekhez vezethet bennünket. Akkor, hogyha ezt a szót halljuk, hogy szeretet, vagy hogyha arra kell gondolnunk, hogy mi az, amit szeretünk, vagy mi az, amit nem, akkor lehet, hogy az első dolog, ami eszünkbe jut, az az, hogy szeretem ezt, szeretem azt, nem szeretem ezt, nem szeretem amazt. Nem szeretem a tökfőzeléket, szokták mondani a gyerekek, vagy szeretem a csokit, szokták mondani nem csak a gyerekek. De vajon ez a szeretet, ez az igazi szeretet, ez a szeretetnek a csúcsa? Persze. A szeretetben benne van ez a fajta vonzás, hogy akkor, amikor észreveszünk azt a táblacsokit, akkor ez a táblacsoki elkezd bennünket vonzani, egészen addig, amíg el nem érjük, egészen addig, amíg meg nem esszük. És persze nem csak a táblacsokival vagyunk így, hanem nagyon sok minden mással is. Akkor, amikor azonban a szeretetnek erről a szintjéről beszélünk, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy magunknak szeretnénk valamit, magunknak szeretnénk valami jobbat, és ez a fajta szeretet, ez nem annyira a másik emberre irányul, hanem olyan dolgokra, vagy olyan emberekre, amik nekünk jók. Ez az önmagunk iránti szeretet. De hogyan lehet ebben a szeretetben tovább lépni? Hol vannak a szeretetnek a magasabb szintjei? És különben is, hol lehet a szeretet gyümölcs vagy ajándék? Hiszen akkor, amikor úgy kell szeretnünk a másikat, vagy úgy kellene szeretnünk a másik embert, hogy az nekünk valamilyen lemondást jelent, akkor azt általában nem úgy szoktuk megélni, mint valamilyen fajta ajándékot, gyümölcsöt, hanem néha, valljuk be őszintén, sokkal inkább fogcsikorgatva. És úgy, hogy na jó, akkor ezt még megteszem szeretetből. Aztán, hogy ebből a szeretetből kére a másik ember, az egy másik kérdés. Hogyan lehet a szeretet gyümölcs? Hogyan lehet a szeretet valamilyen ajándék? Főleg az a fajta szeretet, ami az önmagát odaadó szeretet. Hiszen ismerünk olyan embereket, akik önzetlenül, önmagukról megfeledkezve tudnak tenni jót másokért. Honnan veszik ehhez az erőt? Azt hiszem, a legjobb példa erre az, amikor valaki szerelmes. Azt szoktuk mondani, amikor valaki szerelmes, akkor madarat lehet fogadni, vagy le lehet vele szedetni a csillagokat az égről. És ez valóban így is van. De akkor, amikor valaki szerelmes, és éppen a csillagokat szedi lefele az égről, tesz valami olyat, ami tökéletesen lehetetlen, akkor az illető ezt azért teszi, mert kényszerítik rá, vagy megerőlteti magát. Egészen biztosan nem. Viszont abban a tapasztalatban él, hogy őt úgy, ahogy van, elfogadják, őt úgy, ahogy van, szeretik, és ebből a szeretetből újabb szeretet fakad, és képes az ember olyasmire, amire egyébként úgy gondolta, hogy egyáltalán nem képes. De ezt megtapasztalhatjuk nem csak emberi párkapcsolatban, hanem egész emberi lényünkben, Istennel kapcsolatban is. Akkor, hogyha tudunk őrá figyelni, hogyha tudunk Isten lelkére figyelni, hogyha néha-néha megállunk egy-egy pillanatra, és szemléljük a körülöttünk lévő dolgokat, hogyha észrevesszük, hogy Isten szeretete felénk is irányul, felénk is árad, akár közvetlenül, akár az ő teremtményeink keresztül, akkor innen fölismerhetjük, hogy hatalmas nagy szeretet árad felénk, hatalmas nagy jóság árad felénk. És ez az, ami megtermi bennünk, a mi életünkben is azt a szeretetet, ami képessé tesz bennünket arra, hogy önmagunkat adjuk oda másoknak, hogy szolgáljunk másoknak, hogy jót tegyünk, anélkül, hogy viszonzást várnánk. És hogy mindez egy kicsikét érthetőbb legyen, szeretném mindezt egy csillagászati képpel megvilágítani. Látjuk a csillagokat az égen, látjuk a napot, amely, ha talán nem is ezekben a téli napokban, de nagy-nagy meleget ad.
És ez a meleg, ez pontosan abból fakad, hogy a nap, illetve a csillagok önmagukat emésztik fel. Ez az igazi szeretet. Ezzel szemben áll az a fajta alsóbbrendű szeretet, amit talán észre sem veszünk, csak a kutatók nevezik fekete lyuknak, ami mindent magába szippant, még a fényt is. Igazából rajtunk áll, a mi döntésünkön, a mi hozzáállásunkon áll, hogy mik akarunk lenni. Fekete lyukak, amik mindent magukba szippantanak, vagy sokkal inkább olyan napok, csillagok, amelyek meleget, fényt és utat mutatnak az embereknek. ...2012. év igéje a Biblióolvasó útmutató alapján Pál apostol leveléből, a korintusiakhoz írott második leveléből így hangzik. Jézus mondja, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Az evangélikus egyházban, amellett, hogy egy bibliai évnek, egy egyházi esztendőnek van egy mottója, amely páli ige által vezérelt, a reformáció és a nők 2012 így kezdődik az egyházunkban. És amikor ez az ige elhangzik, vagy épp elolvasták már nagyon sokszor a testvérek a Bibliaolvasó útmutatóból a páli igét, akkor arra gondolnak, hogy mi is van magunk körül. Talán emlékezünk arra, hogy eltelt egy hónap, és most már február elején vagyunk, az egyházi esztendőben 70 vasárnapja előtt. És valahol a keresztény ember már böjt felé tekint a böjtelő időszakában. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ez az igevers, kedves testvéreim, bíztatás. Bíztatás abban a korban, abban az országban, abban az otthonban, ahol vannak nehézségek, ahol vannak megpróbáltatások, ahol az elmúlt hónapokban nem éppen kényelmes esztendőt ígértek nekünk, hanem éppenséggel olyan nehéz intézkedéseket, amelyekkel nekünk is meg kell próbálkoznunk. Pál apostol a korintusiakhoz írott második levelében egy olyan üzenetet ír számunkra ebben az új esztendőben, 2012 böjtelő időszakában, amelyből erőt meríthetünk. Erőt abban a korban, ahol mi is nagyon sokszor, mint Isten gyermekei, teremtmények, érezzük az erőtlenségeinket, a gyengeségeinket, a betegségeinket, és valakitől várunk gyógyulást, erőt, bíztatást és reménységet. És ez az egy igevers, amely elkísér bennünket az esztendő utolsó napjáig, adhat drága bíztatást és reménységet, ahogy adott annak idején Pál apostolnak is Jézus igéje. Mert amit Jézus mond, az minden bizonnyal valóra válik, ott, ahol talán érezzük az erőtlenségeinket, a gyengeségeinket, a kiúttalanságot, de mégis az Úristen valahol célt ad elénk a problémák megoldására, a nehézségek kezelésére, arra, hogy biztos jövőképünk legyen. Mennyire céltudatos az Úristen emberének az az üzenete, amely elhangzott Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Szinte visszhangzik fülünkbe ez az üzenet immáron néhány másodperc alatt többször is, mert szeretné szívünkre helyezni, hogy kegyelem az az élet, amelyet kaptunk tőle, kegyelem az az élő hit, amellyel ő megajándékozott, és amikor talán sok mindent nem látunk még magunk előtt, adhat Jézus a mi keresztény életünkbe, élő hitünkbe csodákat. Hisz, mikor előre tekintünk, akkor láthatjuk Pál apostol életén keresztül is, hogy amin keresztül ment, az csoda volt. Ahogy abban a gyülekezetben élt, amivel őt illették, vagy épp támadták, csak is az Isten csodája, amely átsegítette azokon a nehézségeken. Hogy mi szeretnénk jobbat, hogy mi szeretnénk kiegyensúlyozottabb helyzetet, hogy élő hitet, biztonságot és békességet, ahhoz szükség van arra a csodára, amelyben mi is reménykedünk, abban az egy célban, amelyet szeretnénk megvalósítani családok milliói, egy magyar társadalom, egy nemzet, egy ország,
azért, hogy az Isten drága csodája rajtunk keresztül is nyilvánvalóvá legyen. És az a drága bizonyosság, amelyről Pál apostol ír nekünk, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amen.